A keményebb zene kedvelőinek idén is lehetőségük volt Todkomloson egy kétnapos fesztiválon részt venni, ugyanis második alkalommal került megrendezésre a 180-as rockfesztivál az Erzsébetligetben. Az amatőr rockfesztiválon Todkomlos környékéről érkező zenekarok szórakoztatták a közönséget. A rendezvényre a belépés díjtalan volt, fő támogatója a Jó Étvágyat Kft. Ismét a Liget ad helyszínt a rockfesztiválnak. A tavalyi tapasztalatok birtokában hogyan kezdtetek neki az idei szervezésnek? A tavalyi tapasztalatok alapján úgy éreztük, hogy nagy szükség van erre ismét ebben az évben. Nagyon sokan megállítottak az utcákon, hogy lesz-e ismét ilyen rendezvény, és Mucsi Tamással úgy gondoltuk, hogy ismét megszervezzük ezt az egész fesztivált. Mennyire népszerű ez a műfaj ma a fiatalok körében? Hát én úgy vettem észre, hogy eléggé népszerű, mert ugye fesztivál nagyon ritkán van, diszkókban, klubokban minden hétvégén elmehet az ember, de fesztiválokra ugye ritkán nyáron adódik erre lehetőség, ezért van rá igény, úgy látom. Nem csak szervezői, de aktív résztvevője is vagytok ennek a rendezvénynek, hamarosan színpadra léptek. Milyen műfajt képvisel a zenekarotok? Mi az orosházi Metexis zenekar, mi progresszív rockzenét játszunk. Olyan újítással próbálunk megjelenni a közönség előtt, hogy szintetizátorossal és egy külön hangzásvilággal, amit még úgy nem nagyon hallhatott a közönség. Ezzel próbálunk így örömet okozni a hallgatóknak. Milyen az érdeklődés, mennyire jönnek a nézők, hiszen látom, hogy itt nagyon sokan vannak, akik inkább résztvevők, de a nézőket mennyire vonzza ez a program? Jönnek, hát ugye a nagy melegre való tekintettel inkább a későbbi koncerteken vannak többen, de most is elég szép a létszám. A koncerteken kívül mi az, amit még itt kínáltok a résztvevőknek? Van egy támogatónk, az Orosházi KNK Fashion, ők pólógyártással, ajándéktárgyakkal foglalkoznak, ők települtek ki, és bármilyen megrendelést itt a helyben meg tudnak csinálni. Nem csak koncertek vannak itt, hiszen látjuk, hogy itt sátoroznak is a fiatalok, tehát egy az egész hétvégi rendezvény. Így van, én is nagyon örülök neki, mert ha jól számoltam, mert 15-16 sátorozó ki is jött, és ez elég jó, elég szép szám. Mi az, amivel tudnátok csábítani a fiatalokat? Mi az, amit tud nyújtani egy ilyen fesztivál, egy ilyen kisvárosban? Hát azzal tudjuk a legjobban csábítani, hogy nagyon kevés van, és nem csak ebben a kisvárosban sajnos, hanem az egész megyében, Békés megye és Csongrád megyében is. És azzal tudnám, hogy aki szereti az ilyen zenéket, akkor látogasson el bátran, jöjjön el, hallgassa meg az élő zenének azt a varázsát, amit a diszkók és a stb. Ilyen klubok nem tudnak úgy visszaadni. A koncert egyik résztvevője volt az orosházi Metexis együttes, tekintsenek meg egy kis ízelítő zenéjükből. Amint lehet várom, hogy rám törjön az álom, hogy olyat lássak, mit nem szoktam. Csillagos ösvényem, különös reménnyel, hogy átéljem, mit nem tudtam. De hiába várom, néha nem jön az álom. Csak a vágyakozás az ismeretlen felé. Pedig ha sajátom, akkor megtalálom. Sattól kezdve mindig elég. Mint régen a tárgyasok, hiányig is álmat látok. Túlzott vagy színesek szűz, a holnapot,
Ez volt az álmos könyv. Köszönjük szépen!